Ha körülnézünk a világban, azt látjuk, a migráció az egy természetes jelenség. A kontinenseken belül és kívül is vándorolnak az emberek. Ez nincs másként Afrikában sem, mondta Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója. Az elmúlt években Afrika talán azért került az érdeklődés homlokterébe, mert hogy más kontinensekhez képest például a klímaváltozás hatásai, a fegyveres konfliktusok, a politikai instabilitás sokkal jellemzőbb volt a kontinensre. Még akkor is, ha a 90-es évekkel összehasonlítva sokkal jobb a helyzet. És nagyon fontos azt látni, hogy az Afrikából elindulók jelentős része az Európa felé veszi az irányt, miközben ugye az arab közel-kelet fele is érkeznek elég sokan. Az elsődleges célterület egyértelműen Európa, hiszen mi vagyunk ugye nagyon közel, és ugye a történelmi gyökerek is, ugye a gyarmatosítás, ugye nagyon sok országban, ugye a francia, a brit jelenleg is ugye a közvetítő nyelv, ez mind-mind ugye arra predesztinálja az afrikaiakat, hogy alapvetően Európa felé induljanak el, ha már elhagyják a kontinenst. Vajon hogyan reagálhatnak ezekre a trendekre a helyi vezetők vagy a nemzetközi közösség? Az afrikai migráció a jövőben nem fog lelassulni. Ezekre a problémákra is igyekezett megválaszolni az előadó. Többek között röviden ezt mondta. Afrikából nézve nagyon más a perspektívája a migrációnak, még az illegális migrációnak is, ugye ők nem nagyon értik, hogy Európának mi a problémája ezzel, és ugye mindig megy ez a gyarmatosítás felemlegetése, hogy ezzel próbálnak zsarolni minket, hogy minél több embert befogadjunk. Miközben Európa egyértelművé tette, hogy a határait szeretné lezárni, és miközben a legális migrációra többé-kevésbé igen tud mondani, hogy az illegális csatornákat szeretné lezárni, hiszen ezek olyan kockázatokat hordoznak magukba, olyan társadalmi problémákat, amikkel ugye számos európai ország küzd már, amit nem szeretnénk ugye nagy számban ide importálni Afrikából. Ugye azt látjuk, hogy ez a folyamat nem fog lelassulni, tehát az afrikai migráció velünk lesz a következő években, évtizedekben is. Ha megnézzük a nagy strukturális trendeket, a klímaváltozást már említettem, de nagyon fontos itt a demográfiai mutatója a kontinensnek, akkor azt látjuk, hogy a migrációs nyomás az fönn fog maradni, sőt valószínűleg fokozódni fog. És ugye ki kell emelnünk a modern telekommunikációnak és a közösségi médiának a szerepét, hiszen most az afrikai fiatalok ma már látják, hogy milyen az életszínvonal mondjuk Európában, mik a lehetőségek a kibontakozásukra, és mik a lehetőségeik otthon. Ugye ez is egy nagyon fontos vonzerő, és ugye azt látjuk, hogy sok esetben ugye a toborzás, annak a döntésnek az előkészítés, hogy útra induljanak, ugye ez a közösségi médiában történik, hogy egyik barátjuk, családtag, nem tudom, felposztolja a Facebookon vagy a Twitteren, hogy milyen jól él, és ugye ez egy nagyon nagy vonzerőt jelent ugye az afrikai fiatalok számára. Sokszínű a Matthias Corvinus Kollégium pécsi képzési központja. Készülnek további bővítésre. Az MCC hetente szervez nyílt városi rendezvényeket, melyeknek célközönsége a pécsi polgárság. Ezeknek a rendezvénysorozatoknak az a célja, hogy az MCC sokszínű értékeit, a szakembereket és az itt összegyűlő információkból minél többet áthathassunk az érdeklődőknek. És hát a migráció egy nagyon pikáns, egy nagyon, nagyon aktuális téma, amiről mindenkinek van valamilyen véleménye. Azt tapasztaljuk általában, hogy ezek elég sarkos vélemények, és mi csak a következményekkel találkozunk javarészt a közbeszédben. De nem lennénk MCC akkor, hogyha nem vizsgálnánk meg a problémát a gyökerénél fogva. És azt tapasztaljuk, hogy ezért ki kell tekinteni az afrikai kontinensre. Azt tapasztaljuk, hogy Afrikáról még a tanult embereknek is viszonylag kevés tudás áll a rendelkezésére, és éppen ezért hívtuk meg Marsai Viktort, aki az MCC Migráció Kutató Intézetének kutatási igazgatója, hogy segítsen nekünk válaszokat adni a felmerülő kérdésekre. A középiskolás és az egyetemi programjuk is felvételi kampányt hirdet, teszi hozzá a pécsi képzési központ vezetője Pónusz Róbert. Legközelebb az akadémia szabadság lesz a programjuk témája. Mind a kettőre már lehet most is jelentkezni. A középiskolás programba a város és a régió középiskolás diákjait várjuk, az egyetemi programunkba pedig azokat a PTS elsőéves diákokat, akik most szeptemberben kezdtek alapképzésen, nappali munkarenden. Itt az utóbbi esetében a jelentkezési határidő 2022. január 3. napja lesz. Ugye az MCC-ben több tucat külföldi oktató, külföldi kutató és külföldi professzor van jelen évről évre, és ők gyakorta elmondják azt, hogy nyugaton az akadémiai szabadság környezete és peremfeltételei nagyon gyökeresen megváltoztak.
nem beszélhetnek szabadon bizonyos témákról, nem kutathatnak bizonyos témákat, és éppen ezért elhívunk magunkhoz két olyan MCC-s vendégprofesszort, az egyikük Hollandiából származik, másikük pedig Spanyolországból, akik ezt a kérdést fogják itt nagyon részleteiből menően tanulmányozni. A rendezvény december 13-án 17:30-tól kezdődik a Pécsi Központban, a Cinderi utcában.